23 éve működünk, és én azt hiszem, hogy nem tudnánk fenntartani ezt az intézményt. Nem tudnánk ellátni a gyerekeket, ha nem lennének jó emberek. Nagyon sok a jó ember. Sokszor nem is gondoljuk, és olyan szép ajándékokkal lepnek meg bennünket. Rusznák László ajándéka, amit most kaptunk meg, hát ez egy csodálatos ajándék, amiben a mosószerektől kezdve a fűszerekig minden van. Természetesen sok ez az ajándék a gyermekotthon számára, de mi mindig tudunk találni olyan rászorulókat, vagy olyan testvérintézményeket, ahová tudunk ebből juttatni. Minden esetre az adakozótól meg is kérdeztem, hogy lehetséges-e, mert ezt illik megkérdezni, hogy a rászorulóknak tudjunk belőle adni, és nagy örömmel vette tudomásul. Sok olyan intézmény van itten Kárpátalján, például még pszichiátriák, kórházak, gyermekotthonok, ahová mi szoktunk minden éven juttatni bizonyos adományokat. Nem mástól kapott adományokat, ez is benne van, hogy néha azokból is sikerül adni, hanem a magunk által megtermelt javakat. Így például húst, zöldséget, a gyümölcsből nem, de a gyümölcsből készült lekvárt, ahová csak nem nézünk, ez minden adomány. Például a hollandok által építettük meg a gondoskodás házát, ahol a 18 éven felüli lányaink vannak. Képzeljük el, gyerekekkel nem lehet, hogy együtt legyenek. Ha 18 év után kitesszük őket a világba, kérem szépen, ezek elvesznek. És akkor nem irgalmas samaritánus lesz a nevünk, hanem irgalmatlan. Aztán a kockakőtől kezdve a kerítésig, de sorolhatnám a konyháig, a gyermekek ruházatáig, lábbeliéig. És a magyar kormány, a jelenlegi magyar kormánynak a támogatása az csodálatos, mert felvették azokat a, hát általunk, hogy is mondjam, hiányolt anyagi dolgokat, és abban is támogatnak néhány munkatársunknak a fizetésében, ami rendesen hivatalosan ugye jön be bankon keresztül, és ugyanúgy befizetjük az adót a különböző társadalombiztosítás, nyugdíjalap, sőt még a háborús adót is. És hát nem veszük észre, hogy az állam ezt nagyra értékelné. Én azt hiszem, hogy arról kellene beszélni, hogy mi az, ami nincs. Van olyan is, mert ugye állami támogatásunk nincs, de a többiből nem szenvedünk semmiben hiányt, mert a hívő ember az Istenre néz, nem hátra tekinget, és imádkozunk, és mindig találunk olyan jó szívű adakozókat, akik segítik ezt az otthont. Tehát amiben hiányt szenvedünk, azt mindig pótolják. Most is, amit kaptunk, erre nem is gondoltunk, de ugye milyen jó. És majd megízlelik a gyermekeink, esetleg a munkatársaim is, és majd azok, akik valóban rászorulunk.